Facebookon hirdetést tettünk fel, a fiatalokat önkéntes munkára hívtuk. Helyi közösség is, a Vöröskereszt is segítségünkre volt, tűzoltók és a művelődési ház is. Egy nap nagyjából 15 önkéntesünk van, de ez nem állandó szám, ugyanis nagyjából 25-30 önkéntes segítkezik, de rotáljuk őket, nem minden nap jön ugyanaz a személy, így megpróbáljuk megóvni őket is a fertőzésektől. Ebben a magban, igen. A gyógyszerek vannak benne. Igen, és a kenyér. Itt volna egy papír, ami igazolja, illetve a visszajáró. Igen. És igazolja, hogy ezt átvette. És itt tették majd aláírni. Ide. Egy kicsit rossz, de... Nem gond, de ez ilyen. Köszönjük. És vigyázzanak magukra. Köszönjük szépen. Hát én nekem ez nagyon sokat jelent, mert én nekem az összes családom testvérei külföldön vannak. És akkor ez én nekem egy nagy segítség. Én is anyám ágyba fekszik, és nem tudok én segíteni menni. Én a Topolyai Művelődési Ház önkéntes csapatába tartozok, és az én feladatom az, hogy a népkonyhát a vásártéri otthonba, ott azt vezetem, és ott oldjuk meg, hogy minden idős ember meleg ételt kapjon. Megszerveztük azt, hogy akik idősebbek, azoknak mi elvisszük, házhoz szállítjuk a meleg ételt. Ezt négyen vállaltuk el, és napi szinten 84 ebédet, meleg ételt osztunk szét. Az önkéntesek nagyon jó szívűek, és jó, hogy a helyi közösség vagy a község ránk gondol idősekre, mert ez egy nagy segítség, hogy házhoz hozzák az élelmet. Patikából elhozzák, amire nekem vagy a háztartásomnak szüksége van. Már egyedül élek. Hál' Istennek az emberek segítenek az idős embertársaikon, szomszédjaikon. Így csak azok kérik a segítségünket, akik tényleg rászorulnak. 25-30 idős szokott segítséget kérni tőlünk, és igazából örülünk, hogy ez a szám nem olyan túl nagy, ugyanis ez azt jelenti, hogy az emberek segítenek egymásnak, és ez nagy örömnek.